Szekszárd valamennyi választókerületét felkeresi a város polgármestere a következő hetekben, hogy a helyiekkel egyeztessen azzal kapcsolatban, hogy ők milyen fejlesztéseket látnának szívesen a lakókörnyezetükben. A legutóbbi szabadtéri fogadórán Hall Géva, a város alpolgármestere, a 2. számú szavazókör önkormányzati képviselője is részt vett. Ő azt mondja, a helyieket leginkább olyan kérdések érdeklik, mint a fűnyírás, a járdák és utak állapota vagy a szemétszállítás. Természetesen próbálunk megfelelő megoldást találni és válaszokat a kérdésre. Azért tartjuk ezeket a fogadóórákat, hogy minél hamarabb tudjunk reagálni a felmerülő problémákra. Szekszárdon nem újszerű kezdeményezés a szabadtéri fogadóórák tartása. Ács Rezsi, a település polgármestere, korábban már 3 alkalommal kereste fel így a helyieket. A mostani fogadóóráknak ezért elsősorban az a céljuk, hogy beszámoljanak arról, hogy a korábban felvetett észrevételek megoldása hogyan áll. Mint mondja, a legtöbbeket az utak és a járdák állapota foglalkoztatja. Ennek megfelelően szeretnénk a következő ciklusban meghirdetni egy nagy város egészére vonatkozó út és járda felújítási programot, hiszen a legtöbb szekszárdit ez a kérdés érinti és foglalkozhatja a lakókörnyezetével kapcsolatban. A következő időszakban Szekszárd valamennyi választókerületében tartanak majd szabadtéri polgármesteri fogadóórát.